Hát sziasztok, folytatjuk tovább ezt a Unity-s történetet ott, ahol a legutóbb abba hagytuk. Most látom, hogy végre van ez a 2i3 layout, és akkor most látható azt, amit legutóbb akartam mutatni, hogy egyszerre látom az editort, és egyszerre látom a game-et, azaz, amit a kamera mutat játék közben. És akkor miközben én játszok, fut a játék, az editorban ugyanúgy látom, hogy miként viselkednek az objektumok, és hát a tulajdonságait is látom az Inspector panelen. Úgyhogy ebben a nézetben ez a jó. Fogalmam sincs, hogy miért van az ebben az újabb verzióban, hogy én átváltok egy másikra, és nem tudok utána visszaváltani erre, de minden esetre, amikor adott a lehetőség, akkor tök jó, hogy ezt be tudom kapcsolni. Na és akkor látjuk azt az állapotot, ahol én legutóbb abba hagytam. Tudom mozgatni ezt a kis karaktert, és van fizikai komponense neki is, meg a ládának is, és akkor ezáltal a láda is el tud mozdulni, meg elforog, meg gravitáció hat rá, meg minden. Aztán, hogy legutóbb hol hagytuk abba, azt nem is tudom pontosan. Mozgatni tudtam, igen. Jobbra-balra, és még ugrani is tud. Ennyi egyelőre az, ami rendelkezésünkre áll, és akkor lássuk, hogy milyen további lehetőségeket tudunk ebbe behozni. Nem olyan túlzottan sok dolgot szeretnék, mindjárt megmondom, hogy mit szeretnék. Szeretnék animációkkal egy kicsit játszadozni, illetve szeretnék egy kis collision detection-t belevinni az egészbe, az már kb. Elég ahhoz, hogy megfelelő alapunk legyen a játékhoz. Szóval itt látható maga a talaj, amit eddig is láttunk, és látható a talaj esetén a collider. Most megmutatom, hogy miként lehet először is duplikálni objektumokat. Ugye ott az objektum hierarchiában ezt megtehetem, de elvileg ugyanezt megtehetem Ctrl-D-vel is. Fent a mozgató eszközről átválthatok egy olyan fajta mozgató eszközre, ami megjeleníti az objektumok esetén ezeket a kis vektorokat, és akkor így könnyebb őket adott tengely mentén elmozdítani. És akkor így mozdítom el őket jobbra is és balra is. Na most az a lényeg, hogy szeretném kibővíteni magát a pályát úgy, hogy a frontot azt meg háromszorozom. A kiindulási állapothoz képest lesz egy mellette, mármint egy mögötte, meg előtte is. Attól függ, hogy miként gondoljuk. Fönt át tudok váltani ilyen méretezési eszközre is, ahol pedig, ahol az előbb láttam azokat a vektorokat, most egy ilyen skálázó kis szakaszokat látok, amelynek a segítségével tudom könnyedén átméretezni az objektumokat X, illetve Y mentén. Most már sokkal nagyobb a pálya, nyilván az a célom, hogy ez a pálya ez bejárhatóbb legyen. Hát elsőként megnézzük azt, hogy miként lehet az objektum hierarchiát tovább építeni, hogy még hierarchikusabb legyen a hierarchia. Létre tudok hozni fent a Game Object menüben üres Game Objecteket. És azokon belül én be tudok tenni továbbiakat is. Az benne a szép. Most először is a frontjaimnak, nem tudom mennyire látszik, a box collider-jeit eltüntetem. Szépen kitörlöm mindegyik esetén, és most hozok létre egy üres Game Objectet, akinek nevet is adok, legyen az ő neve hivatalosan az, hogy Full Front, tehát a teljes front ebben található. A front objektumaimat elhelyezem ebbe, csak szépen belehúzom, és akkor innentől kezdve elegendő nekem a Full Frontot mozgatnom, és ezáltal mozog vele együtt az összes benne lévő komponens, tehát az összes front. És elegendő csak neki adnom egy box collider-t, ugyanúgy meg fogom határozni a határait, hogy egész konkrétan hol helyezkedjen el az a kis téglalap, ami magát az érintkezést jelöli, legalábbis, hogy hol lesz érvényes maga az érintkezés. Nem emlékszem, hogy az előzőnél hogyan volt, hát valami hasonlót próbálok majd meg elérni itt is. A lényeg az az, hogy kitérjen teljesen a két szélére, hát illetve valamekkora rész azért maradjon ettől független a földet tekintve.
Na, majd mindjárt meglátjuk, hogy most ezzel is ugyanúgy kontaktolni tud-e a kis főhősöm. Hát elméletileg illene neki. Megérkezik, és akkor ő szépen ott marad. Továbbra is tökéletes. Ez így nekünk nagyon jó. Mi volt ebben az extra? Megláttuk ennek a csoportosításnak a lehetőségeit, hogy például ilyesmit tudunk vele csinálni, és akkor csak egy objektumra kell koncentrálnunk. Na, akkor jön a következő, ugye ezen a tájon nekem mozognom kellene. Létre fogok hozni először is egy scriptet, hogy megint csak egy kicsit lássuk a scriptekben rejlő lehetőségeket, ugyanis én most azt szeretném megcsinálni, hogy tudjon mozogni jobbra meg balra, ha már kibővítettem a pályát, akkor a hősöm tudjon mászkálni erre is, arra is. Kérdés, hogy ez miként valósítható meg? Hát a korábbi elvek alapján lehetséges, hogy azt tudnánk eszközölni, hogy elkezdjük mozgatni a teljes pályát jobbra meg balra, miközben egy helyben maradunk. És ez nem a legjobb megoldás, nem véletlenül van maga a kamera, tehát akkor már mozogjon a kamera, hogyha mozogni akarunk a térben. Ezért hozom létre ezt a Follow nevezetű scriptet, amit a kamerához társítunk. Úgyhogy most jelen esetben a kamera objektumnak a létrejöttekor fog ez a script lefutni, hát amit a startba írok bele, és az update pedig a kamerára vonatkozóan fog újra és újra ismétlődni. Na, először nézzük meg, hogy hogyan tudunk egy follow scriptet írni, aztán majd egyébként más megoldást választunk végül. Létrehozhatok egy GameObject típusú változót, legyen a neve target, és ott van előtte, hogy public, ami majd határozottan fontos lesz. Ha nem írom oda, akkor privát változóról van szó, ha mögé írom, elírom, hogy public, akkor pedig publikus. Ilyenkor az editorban megjelenik ő. Amikor csatlakoztattam, hozzáadtam a script komponenst egy objektumhoz, a publikus változók itt megjelennek. És a targethez be tudom állítani például a hősömet, a hős objektumomat. Akkor már legyen ő hivatalosan hős nevű. Úgy van, és akkor ő lesz társítva magához, a kamerához, mint target. És hogy ez konkrétan mit jelent számunkra, azt még egyelőre nem tisztáztuk, de majd mindjárt látni fogjuk. Tehát ő megkapta paraméterként ezt az objektumot, update esetén azt fogja csinálni a kamera, hogy a saját transformján belül a position értéket módosítja, méghozzá úgy, hogy természetesen egy új vektort hozunk létre, egy kétdimenziós vektort. Mondhatjuk azt, hogy kezdetben akkor legyen a kamera 0-0-as pozícióban, csak hogy lássuk, hogy hogyan tudom én őt erre utasítani. Hát először is majd elindítjuk a játékot, és megnézzük, hogy ez miként is működik. Nyilván a vektor 2 esetén az X koordináta az, amit be kell állítanom, Y mentén nem is feltétlen akarom mozgatni. A target objektumomnak a transformjából, ugyanúgy a positionből ki tudom olvasni az ő X koordinátáját, és akkor az lesz most az én vektoromon belül az X koordináta. Tehát X mentén úgy haladna a kamera, ahogyan ma halad a hős. Egyetlen egy valami nem oké. Ez a nagy kékség. Itt valami nincsen rendben. Itt a kamera nem lát semmit. Legalábbis a mi általunk meghatározott objektumok közül semmit nem lát a kamera. Ez jelenti a problémát, és lehet, hogy elsőre nem egyértelmű, hogy miről van szó. Egyébként itt a legnagyobb problémát az okozza, hogy vektor 2-t használok, és nem vektor 3-at. Tehát vektor 2 esetén nincs z-koordináta. Itt pedig ugyanúgy fontos a z-koordináta, még akkor is, hogyha kétdimenziós játékról beszélünk, mert azzal határozom meg, hogy a rétegek hogy vannak egymáshoz képest viszonyítva, kit akar ki kit, és hát kamera esetén meg, hogy kit lát ő elsőként. Mivel ő a nullás helyen van, és nem a mínusz, mit tudom én, 10-nél, ezért ő minden mögött van, és ő már csak a nagy semmit látja. Na, ez itt a gond. Úgyhogy legyen ez egy vektor 3, és legyen egy mínusz 10-es érték, a harmadik koordináta, azaz a z. Na, így már ránézésre minden oké.
És valóban, ahogy mozgok én a kis hősömmel, ugyanúgy megy vele együtt a kamera is. Hát most itt az editorban azt látom, hogy eléggé laggol a sztori. Nem tudjuk, hogy ez normál körülmények között hogy néz neki. Ahhoz kellene egyet bildelni, és akkor úgy futtatni akármi. De természetesen próbálkozhatok még ezzel azzal, például megkísérlek update helyett fixed update-et használni, ami ilyen esetben sokszor hasznosabb lehet, ugyanis van többféle módja is az update-nek, van többféle meghatározása, mindegyik egy kicsit mást jelent, hogy időben mikor történik, illetve mik az időbeli eltérések közöttük, de nagy valószínűséggel ezt a szaggatott viselkedést ezzel se feltétlenül úszom meg. Minden esetre egy tesztet azért megérhet a dolog. Elindulok jobbra-balra, körülbelül ugyanazt tapasztalom. Jó, hát az elsődleges célunk az az volt, hogy megnézzük skriptekkel mit tudok csinálni. Hogyan tudok létrehozni úgy egy paramétert, hogy azt kívülről az editorban tudjam meghatározni, hogy mi legyen az ő bemeneti értéke, ami ráadásul lehet egy játékobjektum is, illetve, hogy hogyan tudok rá hivatkozni és vele együtt végrehajtani valamit, például egy olyat, hogy a kamera az elmozdul épp oda, ahol a hősöm is található. Ilyet meg tudok csinálni, és akkor ennek mintájára még egy csomó minden más dolgot is meg tudok csinálni, viszont most egyébként jelen esetben mégsem ez lesz a tökéletes megoldás, amit alkalmazni szeretnék, hanem használni fogok egy ennél jóval egyszerűbbet, hogy megint csak egy kicsit a látásmódot próbáljuk meg, látásmódjainkat próbáljuk meg gyarapítani, ez jobban hangzik. A következőt fogjuk tenni. Visszajöttünk a színeditorba, ugyanúgy itt vagyunk. Most már nem tudok visszaváltani arra az előzőre, nem értem, hogy miért, de nem tudok. Jó, tök mindegy. Na és lássuk azt a bizonyos másik megoldást. Kinyitom az objektum hierarchiát, és fogom a kamerát. A kamerától eltávolítom a follow scriptet, mint komponenst. Tehát most nem fog működni az, hogy követjük a karaktert. A kamerát fogom és behúzom a hero objektumon belülre. Ugyanis én ezt megtehetem, tehát objektumokat beránthatok másik objektumokba, ugyanígy akkor a kamerát is én belehelyezhetem a hero objektumomba. Tehát az egy dolog, hogy a hero-nak akkor lesz egy ilyen megjelenése, hogy megjeleníti magát a kis hősöcskémet, animáltan akármi, de ő akkor magában foglalja a kamera objektumot is. Mi az elképzelésem? Ha mozgatom a hírót, vele együtt mozog a kamera. A kamerának pedig azt kell mutatnia, amit éppen lát ott, ahol éppen van. Úgyhogy mi fog történni? Megyek a kicsi hősömmel, és követi őt a kamera. Ráadásul nem csak vízszintesen, de még függőleges irányban is. Ez egy fokkal talán egyszerűbb megvalósítása a követésnek. Picit közben módosítok a frontoknak az elhelyezkedésén, mert itt-ott egy kicsi hézagot azért láttam. Nem mintha most esetünkben ez lenne egy igazán meghatározó dolog, de miért is ne? Sőt, akkor már lehet, hogy az eget is egy kicsit jobban széthúzom, hogy ne jöjjön elő az a kékség a háttérben. Amit amúgy szintén felül lehetne definiálni, de annyi baj legyen. Ragyogó. Hát és akkor persze elképzelhető az, hogy több szintet is elkészítek, egymás alá pakolgatok ilyen front objektumokat, és akkor ahogy a megszokott 2D-s platformer játékokban tud mászkálni jobbra-balra felle az én kis hősöm. Mondjuk a kamerát egy kicsit talán feljebb viszem, hogy ne pont a hős középpontjára koncentráljon, hanem kicsit mondjuk a feje fölé. Most így pont úgy néz ki a hősöm, mintha ilyen kis séf sapkában lenne. Cuki. Na ezt követően térjünk rá kicsit még az animációkra is. Azt már megoldottuk, hogy a hősöm az valamilyen animált módon jelenjen meg, tehát van ez az alapállapota, amikor olyan, mintha nem is tudom mit csinál, lélegzik, vagy a franc tudja mit csinál.
Ez maga a Hero animáció. Létrejött egy animáció, és létrejött hozzá egy ilyen animátor kontroller is, egy ilyen animáció vezérlő objektum. Mind a kettőt berántom mondjuk egy animation mappába, hogy maradjunk azért a szervezettségnél. Hogy a kettő közül melyik konkrétan micsoda, azt most az előbb mondtam el, és hogy ennél mélyebben mi a szerepük, ebben most ennyire nem fogunk belemenni. Az egyik maga az animáció, a másik pedig egy vezérlő, amit itt meg is tudok nyitni, egy animator panelen. Látom, hogy hogyan néz ki jelen esetben a vezérlőnk. Ő a Hero Default. Elnevezem őt Hero-nak. Hát konkrétan Hero Anim legyen a neve. És akkor ő lesz maga a Hero Anim vezérlő. Na, itt látható egy gráf, hogy milyen animációkból áll ő. Van a belépési pont, az entry, és ő alapból átlép a Hero-ba, ami egyébként itt látható lent, én hogy gyorsan átnevezem Hero Default-nak. Tehát ez legyen a hősöm alap animációja. Itt a Hero State-nél látom is, hogy a Hero Default Motion van ott, tehát azt az animációt játssza le. Most majd én megpróbálok itt azzal kísérletezgetni, hogy egyszerre lássam a játékot, egyszerre lássam az animátort, és majd azt is megpillanthatjuk, hogy mikor éppen melyik animáció fut le. Jobban fogjuk érzékelni azt, hogy hogyan történnek az állapotváltozások ebben az animátorban definiált gráfban, és hogy konkrétan mik ezek a csúcspontok itt a gráfon belül, de talán ez majd akkor lesz még inkább érthető és szemléltethető, hogyha több animációnk is lesz a rendszerben. Úgyhogy elkezdek majd ezzel kapcsolatban ügyködni. Kellenek további képek, elméletileg vannak most már további képeink is. A default mellett van egy hero rununk is mondjuk. A helyzet ugyanaz, behúzom őt akár az images-ek közé, ahova szimpatikus. Jobb oldalon a tulajdonságpanelen megadom, hogy ő egy multiple sprite, és akkor a sprite editor segítségével fel fogom őt darabolni. Hát most is 4 képkocka kellene. Méreteket nem nagyon tudok, úgyhogy az egyszerűség kedvéért a darabolást azt úgy fogjuk megvalósítani, hogy megadok cella számokat. Célja az a col, 4 darab col van, és 1 darab row. Tehát 4 oszlop, 1 sor. És akkor szépen meg is tudja nekem állapítani, hogy hol vannak a kis négyzetek? Igen, mondjuk úgy négyzetek, frémek. És akkor már létre is hozta nekem. Hogyha én ezt berántom a játékon belülre, már rögtön felajánlja, hogy létrehozza nekem az animációt. Legyen a neve akkor ennek Hero alul vonás Run. És akkor már létre is jött, hogy ő a téren belül hol helyezkedik el, az már megint egy más kérdés. Ja, most lehet, hogyha én őt berántom ide a placra, akkor nem is fog látszódni. Az objektum hierarchián egyébként mindig láthatjuk, hogy éppen ki az, aki biztosan benne van a játéktéren belül, még hogyha őt nem is látjuk. Most csak azért dobtam be ezt a kis hősöcskét, hogy lássuk, miként néz ki az ő mozgása. Viszont őt nem látjuk. Valamilyen oknál fogva nem látjuk. Lehetséges, hogy itt a koordinátákkal nincs valami rendben. Mondjuk egy mínusz 11 esetén, hát megint csak nem látjuk. Bár egyébként ennek meg az lehet az oka, hogy a kamera van talán mínusz 10-nél, tehát ez úgymond már a kamera mögött van. De várjunk csak, az meg ott volt kint. És akkor ez hogyan van? Nem, nincs ott. Tökre nincs ott. Na, minden esetre a lényeg az, hogy ő van, és működik, és mozog. Az ő animációját is be kellene vonnunk a vezérlőbe. Létrejött neki egy Hero Run vezérlő, ezt törölhetjük, nem lesz rá szükség. Nekünk csak a Hero Run animációt kell megőriznünk. Hát dobjuk át az animation mappán belőle őt is, és megnyitjuk magát a kontrollert. Itt van a kontrollerem.
ahogy szép lassan berántom a Hero Runt is. Ő egy új állapotként kerül be a rendszerbe. Azt mondom, a Hero állapotra jobb klik Make Transition, és akkor tudok húzni egy élt a Hero Runba. Ez azt jelenti, hogy a Hero animációból, mint állapotból át tudok menni a Hero Run állapotba. Ez most tulajdonképpen automatikusan meg is fog történni. Tehát, hogyha én most elindítom magát a játékot, akkor kezdetek kezdetén az entry-ből átlépek a Hero-ba, ami a Hero defaultot nyomatja, és abból átmegyek a Run-ba. Igen, ez a fejrángatózós animáció, ez lesz most a futás, hivatalosan. Tehát a Hero-ból egyből a Run-ba megyek. Hát természetesen, hogy ez ne automatikusan történjen meg, ezeket a dolgokat lehet szabályozni. Mindjárt meg fogjuk azt is tapasztalni, hogy miként lehet. Na, oké, most akkor lent látjuk az animátort, fönt magát a színt. Lássuk, hogy mi történik. Elindítom. Igen, és hogyha kiválasztom a hőst, akkor látom. A Hero Run ismétlődik újra és újra. Ez történik most. És hát látom a kis hősömön, hogy rángatózik a fejének a teteje. Akkor itt az ideje, hogy próbáljunk módosításokat eszközölni, hogy váltani tudjunk egyik animációból a másikba, méghozzá akkor, amikor mi szeretnénk. Hát itt oldalt van egy olyan kis lapocska, hogy paraméterek. Létre tudok hozni egy új paramétert, megadhatom a típusát, mondjuk bool, legyen a neve mondjuk run. És jobb oldalt látok egy kis jelölő négyzetet. Ő egy bool típusú, azaz logikai típusú, igaz vagy nem igaz jellegű paraméter. Ott tudom bepipálgatni, hogy most éppen igaz az értéke vagy sem. Ha megfogom azt az élt, ami a Hero-ból a Hero Run-ba vezet, akkor ott feltételt tudok megadni neki, a condition résznél, hogy akkor menjen át a Hero-ból a Run-ba, ha a Run értéke igaz. Mivel a Run értéke nem igaz, most folyamatosan a Hero ismétlődik. Ha bepipálom a Run-t, akkor átugrik a Hero Run-ba. Egyébként, ha kiveszem a pipát, akkor is ott marad, mert a visszatérésről még nem nyilatkoztunk. A Hero Run-nak azt mondom, hogy Make Transition, és húzom a vonalat a Hero-ba, rákattintok az élre, és itt egy olyan feltétel definiálok, hogy ha Run értéke hamis, így akkor már oda-vissza működni fog. Alapból az entry-t követően a Hero animáció fut. Újra és újra. Ha bepipálom a Run-t, átmegyünk a Hero Run-ba, ha kiveszem a pipát, visszaugrik a Hero-ra. Így váltakoznak az animációk egymás után. Természetesen ennek nem úgy kell majd történnie, hogy én itt pipálgatom a Run-t kibe, mert annak nem sok értelme van, hanem a scriptünkbe írunk egy olyan programrészt, ahol az animátoromnak tudom a paramétereit kibe kapcsolgatni. Viszont, mielőtt akkor annak nagyon nekiállnánk, bedobhatnánk a következő animációt is. Na. Nézzük meg, hogy akkor ez miként is valósulhat meg. A Moving scripten belül létrehozok egy animator változót, és ezzel majd az lesz a célom, hogy hozzáférjek az ő animator komponenséhez, tehát a hősömnek az animatoréhez. Legyen anima neve. Már rögtön a startnál azzal indítok, hogy get component, animator, hogy ezt csak egyszer kelljen megcsinálni. Tehát az anim változóba belekerül az ő saját kis animátor komponense, a kis animációs vezérlő egységé. Mikor kell nekem itt változásokat eszközölnöm? Ha a DX értéke megváltozik, akkor mozdítom el a hőst. Na, ekkor kellene átváltani a futós animációra. Hát a futós animációhoz azt a paramétert, azt a bool típusú paramétert kell módosítanom, hogy run. Van is egy ilyen függvénye az animnak, hogy set bool, odaírom a nevét, hogy run, idézőjelek közé, és true, igazra állítom. Ellenkező esetben, azaz nincs DX érték, tehát nincs olyan input, hogy mozogjon, ugyanezt a run értéket false-ra állítom. És most majd játék közben már ez a kettő fogja vezérelni azt a kis checkboxot a run-om esetén.
Ha nyomom a billentyűket jobbra-balra, akkor ő átvált futás animációra, hogyha azokat majd felengedem, akkor vissza kellene, hogy álljon az alapértelmezett default animációra. Vajon igaz-e, amit mondtam? Futás van, megáll. Futás van, megáll. Nagyon jól működik. Ha játszadozunk közben, azt majd valószínűleg látni fogjuk, hogy az animáció az nem éppen akkor fejeződik be, amikor mi szeretnénk. Tehát elkezdek futni, és valamikor felengedem a gombot. Néha-néha szerencsém van, és azt látom, hogy azonnal visszaugrik az alapállapotba, valamikor pedig eltelik még egy kis idő. Hát ez azért van, mert az animációknál alapból adott az, hogy mikor lépünk ki egy animációból, és lépünk át egy másikba. Például, a legegyszerűbb példa, ha végigér az animáció, akkor lesz hivatalosan vége, és akkor vált át egy másikba. Mert valamikor szándékosan akarhatjuk ezt, valamikor meg konkrétan azt szeretném, hogy amikor váltás van, azonnal váltson. Ez úgy néz ki, hogy én ezt a transition élekre kattintok, és a has exit time-nál kiveszem a pipát. Így már sokkal inkább azt fogjuk tapasztalni, hogy amikor megtörténne az állapotváltozás, tehát mondjuk én felengedem a billentyűt, akkor történik meg a váltás a két animáció között. Most lehet, hogy itt valakinek ez nem feltétlenül tűnik fel a különbség, pedig van, higgyük el, hogy van. Akkor most következzék az ugrás. A híromnak van egy jumpja is. A helyzet teljes mértékben ugyanaz, ő egy multiple sprite lesz. Sprite editor segítségével én föl fogom őt darabolni. Cellák száma szerint azt mondom, hogy egy sor van és egy soron belül négy oszlop. Megkérem, hogy darabolja föl, és akkor ezt követően már el is fogja végezni a darabolást. Ezt én utána behúzom a játéktérre az egyszerűség kedvéért, ahol rögtön felajánlja nekem, hogy létrehozza az ennek megfelelő animációt, megtörténik. Persze nem csak az animáció jön létre, hanem maga a kis animátor is, amit aztán azzal a lendülettel ki is tudok törölni, és persze a színből is kitörlöm az éppen előbb berántott objektumot, mert nincs rá szükség. Van egy extra animációm, nem baj, hogyha őt is a megfelelő mappába tesszük, az animator mappába. Ezt követően előrántom az animator komponensemet, és akkor megpróbálom felkészíteni a hőst ennek az animációnak a fogadására is. Igen. Tehát, hogyha ugyanazon a panelen vannak különböző fülekkel, akkor nem biztos, hogy én ott az összetekből át tudok húzni valamit az animatorbe. Tehát erre még nincs felkészítve a Unity. Hát, szomorú, mit nem mondjak. Oké, az exit állapotban még sose jutottam el. Az nem teljesen vágom, hogy az mit célt szolgál. Gondolom az objektum megsemmisélésekor még valami le tud játszódni, fene tudja. Szóval hozzáadtam a hero jumpot, létrehoztam egy jump paramétert, ugyanúgy bool paraméter. Van egy transitionom a hero-ból a jumpba, has exit time-nál kiveszem a pipát, a feltétel pedig úgy néz ki, hogyha a jump értéke true. Visszafele is csinálok egy transition-t, a jumpból a sima hero-ba, nincs exit time, és amikor a jump értéke false, természetesen. Jó. Még a hero-ból lehetne egy olyat, hogy átmegyünk a run-ból a jump-ba, és ez akkor történik meg, hogyha a jump értéke true. Nagyon jó. Még csináltunk egy visszafelét is, ami akkor történik meg, hogyha a jump értéke false. Most így utólag belegondolva ez kicsit érdekes. Tehát ha a jump értéke false, akkor vajon melyik fog megtörténni a kettő közül? Mert azt nem tettem oda, hogy amennyiben a jump és mellette a run, tök mindegy. Most egyelőre nekünk ez itt teljesen jó lesz. Szóval a cél,
amiközben az ugrást vezéreljük az ugráshoz tartozó animációt is. Tehát, amikor eddig elkezdődött az ugrás, ott a jumpot fogom true-ra állítani. És hát valahogy kezeltük eddig, hogy mikor fejeződik be idézőjelesen az ugrás, ott fogom visszaállítani false-ra majd. Ugye ez a hol fejeződik be az ugrás, ez azért egész jól nem lett kialakítva, mert csak annyiban maradtunk, hogy x idő elteltével az ugrást befejezetnek tekinthetjük, tehát ott elkezdődhet akár egy újabb ugrás. Fut, ugrás közben így összerándul jobbról-balról, nagyon érdekes. És hát nyilvánvalóan úgy is marad. Mert nem állítottuk vissza a jumpot. Hát jó, egyelőre csak az érdekelt minket, hogy a jumpot el tudjuk indítani, aktiválni tudjuk. Ez volt a lényeg. Itt viszont akkor azt mondom, hogy set bool false. Ekkor már rendben is vagyunk. Most nem is tudom, nem figyeltem, 3 másodperc, vagy 2,5 után fog visszaváltani az alapvető animációra. Elméletileg. Majd mindjárt meglátjuk. Na, most alapból szaladunk, ugrás van. És megy tovább az ugrás. Ja, mert nem run, hanem jump. Jó, ilyen apró hibák elfordulnak. Előfordulnak mindenkinél. Szóval kicsi hősen fut, ugrik. Most mi van? Ja, Istenem. Ugye ez azt jelenti, hogy mindig akkor hajtódik végre, amikor éppen ugrásban vagyunk. Tehát ott csak csökkentem az ugrás idejét, de ez az az állapot, amikor hivatalosan elfogyott az ugrás idő idézőjelesen. Na. Egyik hiba után jön a másik. Milyen dolog ez? Na de majd hamarosan jó lesz. Most már tutira jó lesz, mert már mindent nagyon jól csináltunk. Ugrunk. Oké. Okay. Véget ért az ugrás, visszaállt az animáció. Nagyon jó. Jó, ez így már úgy érzem, hogy teljes mértékben rendben van. Csak természetesen ezt nem ilyen idő alapon kellene megoldani. Ez az utolsó apróság, ami még fontos számunkra. Ezt már korábban is beszéltük, hogy ez nem így lenne stílusos, hogy mérem az időt az ugrással kapcsolatban, nem? Hanem inkább azt kellene érzékelnem, hogy mikor érkezek vissza a talajra. És hát akkor fejeződne be az ugrás maga. Először is ezt a részt ezt ki is veszem. Ezt a giant time-osat, ezzel így nem foglalkozunk. Hát itt van ez a rész, hogy 2, jó, tehát 2 másodperc volt. Ez megint kicsit máshogy fog kinézni. Hát szerintem ez a jump time dolog akkor hivatalosan legyen bool. És hát kezdetben akkor false. Tehát, hogy éppen ugrás közben vagyunk, avagy sem. És akkor itt lent is azt vizsgáljuk, hogy amennyiben az ő értéke hamis, tehát éppen nem vagyunk ugrás közben, akkor ugorhatunk, és ilyenkor beállítom igazra. És már csak az kellene, hogy valamikor ő vissza tudjon állni hamisra. Ehhez pedig a következő függvényt fogjuk meghatározni. Nem slogan. Van egy ilyen on collision enter. Amikor megkezdődik az ütközés egy másik objektummal. Ekkor azt fogjuk csinálni, hogy a jump time-ot természetesen false-ra állítsuk, hogy lehessen újra ugrani ezt követően. Illetve az anime esetén is a jump értéket false-ra kellene állítanunk. Amit leírtunk, az teljes mértékben működőképes, ám mégsem fog.
működni. Elmondom azt is, hogy miért. Ha a háromdimenziós Unity-s fejlesztéshez szoktunk, akkor valóban ez a módszer megfelelő. Kétdimenziós környezetben viszont pár apróság kimarad. Először is az, hogy on collision enter 2D-ről beszélünk. Ez az egyik fontos dolog. Illetve a collision esetén is, amit paraméterként határoztam meg, ott is definiálnom kell, hogy most a kétdimenziósról van szó. Szóval on collision enter 2D. Szóval collision 2D-t kell odaírni a paraméter típusaként, és akkor lesz majd nekünk igazán jó. Na, most már működni fog, érzékelni fogja az ütközést a talajjal. Ugrás, talaj. Nagyon jó. Hát akkor ezt követően már ezt is megoldottuk. Tehát amikor elindítom felfelé, kap egy sebességet, átvált a paraméter arra az értékre, hogy igen, jumpolás van folyamatban, majd amikor érzékeli, hogy ütközik a földdel, akkor ez abba marad. Nézzük akkor az animatornek a viselkedését, hogy jobban lássuk ezt az egészet menet közben. A hero ismétlődik újra és újra. Majd átváltunk hero-rán, hero-hero-rán, hero, majd hero-jump, vissza a hero-ra, hero-ránra, és akkor így váltogatunk a különböző animációk között. Egyébként, hogyha nagyon-nagyon-nagyon trükközgetünk, akkor egy idő után látni fogjuk, megtapasztalhatjuk azt is, hogy bár a földetérés az sikeresen visszaállítja az ugrást, ha ugrás közben találkozunk mondjuk egy ládával, az is visszaveszi magát az ugrást. Ugyanis az ugrásnál azt határoztuk meg, hogy amennyiben ő ütközik egy másik objektummal, akkor az ugrás az hivatalosan úgymond érjen véget. És hát ekkor-akkor kicsit szabályozni kellene a dolgokat. Meg kellene különböztetni az objektumokat úgy, hogy vannak azok, amelyekre idézőjelesen földet tudok érni, és vannak azok, amelyekkel ugyan ütközni tudok, de ők nem olyan földet érős objektumok. Egyébként most esetünkben a ládák is olyanok lennének, amire ha megérkezek, abba marad az ugrás, de most tekintsünk úgy rájuk, hogy ők másmilyenek. Tehát különböztessük meg valahogyan a frontot a boxoktól. Ez lenne a lényeg. És akkor egy kicsit úgy bővíteném ki magát azt az on-collision-ös metódust, hogy csak abban az esetben érjen véget az ugrás, ha én konkrétan egy olyan objektummal ütköztem, amelyik egy ilyen föld objektum. Tehát értitek? Mire gondoltam. Úgyhogy azt fogjuk megnézni először is, hogy hogyan lehet például címkéket rendelni objektumokhoz. Kijelölöm magát a frontot, és van itt egy olyan rész, hogy tag. Rá tudok menni arra, hogy add tag, és újfajta címkéket tudok létrehozni, például, hát hülye módon legyen akkor egy front nevezetű kis címkém. Tehát a full frontnál kijelölöm, hogy ő legyen front. Ezt követően jön a módosítás itt a függvényen belül. Hát először is jön egy if, hogy ha azt tapasztalom, hogy az hát, hogyha a másik objektumnak az a címkéje, hogy front, csak abban az esetben történjen meg ez. És akkor majd mindjárt látni fogjuk, hogy ez valóban működik-e úgy, ahogy mi ezt megálmodtuk. Hoppá, nem, hiba van. Hiba van. Ugye a collision-nek nincsen tag-je, akkor nem is col.tag, hanem a colhoz tartozó, feltételezem, GameObject-nek lesz címkéje. Tehát col.GameObject, nagyóval, .tag. Na ez már jó kell, hogy legyen. Továbbra is azt várjuk, hogy a földet érve abba marad az ugrás animációja többek között, de ha mondjuk ládát érünk, akkor nem fog abba maradni. Nézzük csak, először is ugrás. Oké, földpipa, ugrás, láda. Láda esetén
Ugyan érintkezünk a ládával, de mivel ő nem egy front címkéjű, ezért ott nem fog befejeződni. Úgyhogy határozottan működik az, amit szerettem volna működésre bírni, és ez nekünk ez tök jó. Hát természetesen akkor a későbbiekben lehetne azzal kísérletezni, hogy definiálunk olyan objektumokat, akik földetérésre alkalmasak, és definiálunk olyanokat, amelyek nem, és akkor értelemszerűen a talaj, meg a láda is beletartozna ebbe, de például a nem tudom mi az nem. Találjuk ki, mondjuk legyen mondjuk szolid a megnevezése azoknak a címkéknek, amelyekre megérkezni tudunk. Tehát, hogy akkor ne front legyen, hanem szolid. És akkor most szolid lesz a talaj is, és szolidak lesznek a ládák is, csak hogy akkor lássuk, hogy ez miként is néz ki. Hát akkor létrehozok újabb címkéket. Címkéket létre tudok hozni, törölni is tudok, törölni csak akkor tudok, hogyha az nincsen társítva senkihez, érthető okokból. Na, most akkor legyenek szolidok a ládák, legyenek szolidok a talajok, és hát a más most nekünk jelen esetben nincs, de az a lényeg, hogy a végén úgy definiáljuk ezeket a dolgokat, ahogy valóban illendő. Tehát mivel a ládára is meg tudok érkezni, ezért ládára is érvényes lesz. Ám azért nem baj, hogyha ezeket meg tudjuk különböztetni más olyan objektumoktól, amelyekkel tudok akár érintkezni, ütközni is. Jó, ládánál is érvényesül a dolog. Oké, hát úgy érzem, megtettünk mindent, amit meg szerettünk volna, akkor most már lehetőségünk van erre is. Ismételjük át pár szóban, hogy mivel lettünk gazdagabbak, több animációt is be tudunk vinni, animációk között tudunk váltogatni paraméterek állításával egy ilyen animátor komponenshez biztosított hozzáférés segítségével, detektálni tudjuk az ütközést más objektumokkal, címkéket tudunk használni. Körülbelül ennyit néztünk meg, igaz? Nagyjából. Lehet, hogy még egy-két apróság kimaradt, de a lényeg az ez volt. Úgyhogy szerintem most már bőven van elegendő információnk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet valami igazán érdekeset készíteni Unity-ben 2D-s játékok témakörön belül. Ja, meg persze néztük a Game Objectumokon belüli csoportosítást, és hogy ez sokszor mennyire nagyon jó tud lenni. Na, hát akkor örültem megint csak, hogy velem tartottatok. Sziasztok!